8 év telt el azóta, hogy az önkormányzat először megszervezte a Mozdulj Bonyhát programot. A feladat súlya ma már a sportcentrum dolgozóinak vállát nyomja, akik 2 év Covid sújtotta idő után vágtak bele a rendezésbe. De gyakorlatilag ez a Bonyhád és Bonyhád környéki gyerekek, diákoknak a nyári sportos szabadidő eltöltését szolgáló rendezvény. Sok mindent csinálunk, általában szabadtéri programokról beszélünk, hogy ezeket az időjárás befolyásolja, de szervezünk az idén is 3 darab focitornát, túl vagyunk már a fesztiválfutáson, ugye a könyvtárnak a rendezvénye volt, de behúztuk ide a Mozdulj Bonyhádba. Lesz kenutúra a Vén-Dunán, leszoktunk menni Bajára július végén, és egy jót kenuzunk. Nagyon jó események ezek, igazi csapatépítő rendezvények. A lebonyolításban nem marad egyedül a Bonyhádi Sportcentrum. Az önkormányzat és a civil szféra is részt vesz a szervezésben. A Dobogó Egyesület, illetve az önkormányzat az, aki támogatja a programsorozat létrejöttét. Annyi a változás az idei évben, hogy már januárban összeraktuk az intézményi költségvetéskör a programot, és idén először bekerült a sportcentrum intézményi költségvetésébe ennek a finanszírozása. Stabil lábakon állunk. A programsorozat összesen 15 programból áll. Napközi tábor is benne van, vannak benne túrák, biciklitúrát szervezünk az idén, és a Tarka Fesztivál egyik programjával, a Bonyhádi Barangolóval zárjuk az eseménysorozatot. Ezt is például a Dobogó Egyesület szervezi, ugyanúgy, ahogy a Bólyakeresőt is, ami az ifjúsági parkban szokták lebonyolítani. Gyakorlatilag egy esti bólyakereső, van mindenkinél egy térkép, és zseblámpával pásztázunk körbe az egész ifjúsági parkot. Köllő Roland tapasztalatai azt mondatják vele, hogy az elmúlt év viszontagságai után az emberek szívesen mozdulnak ki, és keresik egymás társaságát. Azokat a programokat, melyek alkalmasak a mozgásra és együttlétre. Próbáltuk őket ösztönözni is egyébként, mert értékes nyereményeket sorsolunk ki a programsorozat végén. Iskolai és óvodai osztályközösségeket céloztunk meg. Ez azt jelenti, hogy részvételükkel pontokat gyűjthetnek, és a végén táborozási támogatásban részesül az első, második, harmadik helyezett legtöbb programon résztvevő közösség. És azt látjuk, hogy ugye egyetlen programon vagyunk eddig túl a fesztiválfutáson, de gyakorlatilag azok a pedagógusok, akik ebben látnak fantáziát, nagyon jó szervezőkészséggel elhozzák gyakorlatilag az egész osztályközösséget, szülőktől, nagymamástól, nagypapástól, barátostól, és ezáltal is generálják a pontokat a közösségnek. A cél az, hogy minél többen sportoljanak, még akkor is, amikor a nyári időszak van, gyakorlatilag a gyerekeknek, illetve a szülőknek próbálunk ezáltal is segíteni, hogy kimozduljanak a gyerekek a lakásból, ne csak bent üljenek. Nagyon nagy felelősség ez, nyilván a szülőknek és a sportcentrumnak is, ezért mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy le tudjuk bonyolítani az összes rendezvényt. Arra kérném a rendezvényeken résztvevőket, a programokon résztvevőket, hogy mindig tájékozódjanak az aktuális programokról, mert ez, mint ahogy mondtam az előbb is, az időjárás befolyásolja ezeket. Bonyhádi Sportcentrum Facebook oldalán mindig az aktuális programról lesz egy plakát, és sőt van olyan program, ami előzetes regisztrációt igényel.